Hölgyeim és uraim, akkor tisztelt újságírók, röviden szeretném csak elmondani azt, hogy mit szeretne a Pozgalom a polgári szabadkáját megvaló Isten megvalósítani az elkövetkező 4 évben. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy nyíltan beszélünk a polgárainkkal, és elmondjuk azt, hogy mik azok a célkitűzések, amit az elkövetkező 4 évben meg szeretném valósítani, hiszen ez alapján tudnak majd elszámoltatni bennünket az emberek, hogyha abban helyzetben leszünk ezt a város irányítást. Ez a lista az ELDI programját azt közé tette, amikor az első sajtótájékoztatón bejelentettük a lista felállítását és a lista elfogadását a Városi Választási Bizottság részéről. Úgy szintén a polgármester jelöltet is megneveztük, nem úgy, mint sok más párt, aki elhallgatja ki a polgármester jelöltet. Újra zsákba macskát akarnak eladni a szabadkai polgároknak, mert azt gondolom, hogyha valamelyik politikai párt egy Szabadkán komolyan preferál, hogy irányítsa ezt az önkormányzatot, legalább az legyen a becsületes a polgárok irányába, hogy meghatározza, hogy ki az a személy, akire számít a polgármesteri székben az elkövetkező 4 évben, és a polgárok akkor szavazzanak arra is, hogy megfelelőnek tartsák ezt a szemét, vagy nem. Mindenféleképpen ki szeretnénk a közvélemény elé tárni azt, hogy mit szeretnénk megvalósítani elsősorban az elkövetkező 4 évben. Az elsősorban szeretnénk egy kontinuitást a hatalom irányításra vonatkozóan, illetve a munkára vonatkozóan. Szeretnénk azokat a projektumokat, amelyek elindultak és amelyek jó úton vannak arra, hogy be lehet fejezni, hogy tényleg be is legyenek fejezve. A történelem ne az új hatalomtól kezdődjön mindig, és újból megkérdőzködjünk olyan dolgoknak, amelyek már félig meg lettek csinálva. Azt gondoljuk, hogy a Népszínháznak építésnek a befejezés az mindenféleképpen prioritás kell, hogy legyen. A zsinagógának a befejezése prioritás kell, hogy legyen. A kettes vízjának a képítése prioritás kell, hogy legyen a Szabadkán. A regionális szeméttelepnek a képítése, a befejezése az prioritás kell, hogy legyen, és ezeket mind meg lehet valósítani, tehát a beruházásokat az elkövetkező 4 évben. Illetve olyan infrastruktúrális beruházásokat kellene a elkövetkező 4 évben előtérbe helyezni, amelyek a kettes és a hetes kollektorra fognak épülni, tehát a szekundáris szennyvíz csatornahálózat építése, hiszen most megvannak a feladatok arra, hogy sokkal erőteljesebben bővítsük a szekundáris csatornahálózatot. Akár a Vastas településen, akár a Makhetes területén, akár az Orka, Pesse vagy az Újkala helyi közösségnek a területén. Ami úgy szintén fontosnak tartunk, az elsősorban a Palicsitónak a kérdése, biztosítva egy 6,5 millió euró a Palicsitó biodiverzitásának a javításra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy tényleg óriási mellékfogás lenne, hogy ez a pénzek nem lennek felhasználva. Az elkövetkező 4 évben fel lehet használni, ez a pénzeket hatékonyan fel lehet használni. 22 km szennyvízcsatornahálózat épül neki Palics településén, illetve Palicsi fal, Palics partján. Másfél millió értékben lenne vezetve a szennyvíz Palics településről az új szennyvízszintúra, és nem a utasítóba folyna ez a szennyvíz, hanem a utasban. És úgy szintén ennek a projektumnak a keretén belül pedig képülnek a védőzónák is a Palicsitó környékén, és azt gondoljuk, hogy megfelelődnek azok a feltételek, amelyek nélkülözhetetlenek annak, hogy komoly turisztikai beruházás valósuljon meg az elkövetkező Palics településén. Úgy szintén fontosan tartjuk a turisztikai beruházást is, az új master terv az el lett fogadva, el lett készítve a nemzetközi pályázata az első külföldi beruházóknak az idősalkotására. Ez eleve valamikor őszelején ki is lehetne írni a választási turzsolénciák befejezése után, és igazából az év végéig legkisebb jövő tavasszáig megjelenhet az első stratégiai beruházó Palicson. A Spamerica hotel komplexum képítésére, amely 30 millió euró beruházás lenne, és voltak is ezzel érdeklődők már, akik érdekeltek ez a beruházás megvalósítási irányba. Azon egy karnyújtási javázó a város arra vonatkozó, hogy több évszer után végre menjen egy stratégiai beruházó a turisztika területén Palicsra vonatkozóan, és ez meglendítse az egész turisztikai fejlődést Palicsra vette Szabadkára vonatkozóan. Amit fontosnak tartunk, az mindenféleképpen az Orkának a hasznosítása, az önkormányzat megvette ezt a földterületnek egy jó részét, ott mindenféleképpen kis és középvállalkozóknak meg kellene teremteni azokat a feltételeket, hogy beruházzanak, munkahelyeket teremtsenek, erősítsék a saját vállalkozásaikat, és azt gondoljuk, hogy az elkövetkező 4 év egy érdemi előrelépés lenne, ha komolyan foglalkozik ezzel az önkormányzat. Az új munkahelyekre vonatkozóan természetesen új szintén fontosnak tartsuk, azt gondoljuk, hogy elsősorban a technológiai parkokban kellene újabb bővítéseket, újabb beruházásokat eszközölni, mindenféleképpen bővítenünkre és kormányzatokat kell kiválasztani a villanyhálózatnak a kapacitásának megerősítésére, a villanyhálózat bővítésére, és mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy a területet tovább bővíteni az önkormányzat elsősorban a kerülő út irányába, amely aztán fel kell teremteni arra, hogy az áruszállítás az könnyebben valósuljon meg a kerülőúton keresztül, és nem pedig a városon keresztül. Nem a városnak a hatáskörben, kerülőútnak a kérdését, az azt gondolom, hogy továbbra is melegen kell tartani. Azt gondolom, hogy a
azokkal a cégeknek a segítségével, amelyek ott vannak most a technológiai parkokban, egy társasorban nagy német cégre gondolok, azt gondolom, hogy ki lehetne erőszakolni a szerb kormánytól azt, hogy végre kiépítsük a kerülőutat, egy 22-23 millió eurós beruházás, és egy azon építészeti szezon alatt ki lehet építeni ezt a kerülőutat. És ennek a függvényében azonban a város szempontjában ez is kiemelten fontos lenne, és azonban kiemelten fontos lenne az is, hogy elkezdjük a városnak a decentralizációját. Azt gondolom, hogy abban az irányban kell elmozdítani a folyamatokat, hogy megtartsuk a kültéri településeken a fiatalokat, tehát a kültéri települések ne menjenek tovább ilyen gyors ütemben tönkre, illetve népüljenek ilyen gyors ütemben, mindenféleképpen bizonyos hatásköröket kell biztosítani. A városi községet kellene, a városi községi státuszt kellene biztosítani, akár Csantavérnek, akár Pajisnak, akár Bajmonnak, vagy még ilyen településeknek, hogy bizonyos hatáskörökkel, bizonyos pénzeszközökkel rendelkezzenek, és ezáltal tudjanak ráhatni a saját jövőkre. Az egyetemnek a kérdése úgy szintén azt gondolom, hogy prioritást kell képezzen Szabadkán, az elkövetkező négy évben meg kell találni az első kasszányát terület, hiszen megvan a terület, ideális területünk van arra, 4-5 hektáros terület, ahol fel lehetne állítani a Szabadkai Egyetemet, méghozzá elsősorban a technikai területek, vagy technikai tudomány területén, gépészmérnök, elektromérnök, vagy informatikai mérnök képzésre van hozzá, erre komoly igény van, akár itt helyszinten, ami a Szabadkában betelepült vállalatok részéről, akár az ország területén is, és azt gondolom, hogy ebben az irányban mindenféleképpen komolyan kell dolgozni, és a komolyan dolgozunk, akkor meg is lehet valósítani. Mindenféleképpen a felépítményt azt meg kell reformálni, rengeteg pénzt emész fel a felépítmény, sajnos nincsenek potenciálok, minimálisak a potenciálok a fejlesztésekre, le kell építeni a kiadásokat a felépítmény irányába is, át kell csoportosítani az eszközöket elsősorban a beruházások irányába, hiszen csak így tudjuk meg előre mozdítani ezt az önkormányzat, ezt a várost arra vonatkozóan, hogy komolyabb és erőteljesebb fejlődési ciklust tudjon elérni az elkövetkező időszakban. A központot rendezni kell, valószínűleg az évnek a végén, jövő év közepéig kívülről a színház épület az új rész is be fog fejeződni teljesen másképp fog kinézni a város központja azután, és azután folytatni kell a Zöldszög útnak a felújításával vonatkozóan, a homlozatoknak a felújításával vonatkozóan, a földszínnek a rendezése, illetve a parternek a rendezése a város központjában, hogy attraktív legyen ez a Szabadkai város központ, akár a turisták részére, akár a saját polgáraink részére is. És mindenféleképpen fontosan tartsuk azt, hogy a sportterületén az elkövetkező négy évben megtegyük azt a lokációt is, tehát dokumentáció elkészüljön és felépüljön, és sportcsarnati, új sportcsarnok Szabadkának, hiszen nem tudjuk ide vonzani a nagy versenyeket, hogyha nem lesz egy modern új sportcsarnok, a mostani sportcsarnok már nem felel meg a mai európai, vagy azt mondom, a világkövetelményeknek, és viszont a városnak, város irányába komoly igények vannak komoly sportrendezvények megtartására. A tavalyi folyamán is több mint 100 000 euró jöttek be a város hoteljainak a bevételébe, annak köszönhetően, hogy itt a nagy versenyeket tartottak meg, több ezer versenyző volt itt Szabadkán, és ez komolyan erősítette a turisztikai vállalkozókat itt Szabadkán területén. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos az, hogy egy új sportcsarnok épüljön meg Szabadkán. Természetesen nem egy megalomán beruházásról beszélek, hanem egy olyan beruházásról, amely megfelelő a mi körülményeinek, illetve mi kapacitásainak. Nem kell ugyanabba a hibába esni, mert estek az elődeink akár a népszínház kérdésére, vagy akár a medence komplexum kérdésére a sikterdő területén. Ezek azok a fő célkitűzések, amit meg szeretnénk valósítani. Természetesen ehhez csatlakoznak még azok a kisebb infrastruktúrális projektunk, amelyek folyamatában meg kell majd valósítani, de azt gondolom, hogy ezek az alapvető csapásvonalak, amelyet az elkövetkező időszakban a mi részünkről meg szeretnénk valósítani, és amire kérjük a polgárok támogatását a listánkra vonatkozóan. Amit még el akartam mondani, az az, hogy elmondtam azt is, hogy a listánk támadásunkhoz kitéve, de azért nem számítottam arra, megmondom őszintén, hogy nemzeti alapon lesz ez. Egy olyan internetes portálon jelennek meg olyan versenyik, amelyek közvetlenül sértegetik a szerb és a bunyolát és a magyar embereket itt Szabadkán. Mikor egy olyan internetes portálon jelenik ez meg, amelyet PMS-hez közel álló emberek irányítanak. Azt gondolom, hogy nem így kellene a politikát felfogni, akár itt Szabadkán, akár egy pajzassági szinten se. Nincsenek jó és jobb magyarok, és nincsenek rossz és rosszabb szervek a bunyolátszak. Nem így kellene hozzáállni ezekhez a kérdésekhez, egymást meg kell egy versenyük és tiszteljük ebben a közösségben, és hogyha valaki ilyen módon próbál valakit lejáratni, akár a személyet, akkor azt gondolom, hogy nagyon rosszul tesz. A 90-es éveknek a szellemét nem kellene újra felébreszteni ilyen olcsó, lejárató műveletekre. Köszönöm szépen!
tervez-e jogi lépéseket tenni? Nem tervezik, mert azt gondolom, hogy fölösleges jogi lépéseket. Azt gondolom, hogy állik, hogy ezt kitalálom a közvéleményen és az emberek megláthassák, hogy kik ezek az emberek, hogy irányítva, akik ezek a portalkat. Hát azt mondom, hogy irányítsák, illetve valójában rendezik, és remélem, hogy a szerb közvélemény is erre föl fog figyelni, azt gondolom a szerb pártok is erre oda kellene, hogy figyeljenek, hogy igazából kisít a jó bunyavász, meg kisít a jó szerb, meg kisít a jó magyar szabadkán. Mert azt gondolom, a szerb közösséget is, a szerb embereket és a bunyavász embereket is közvetlenül sértegetik egy ilyen verségi megjelentetéssel.